Ezek a felvételek október közepén készültek, amikor ünnepélyes keretek között is várossá avatták Nyírbogátot. Ez több évtizedes munka elismerése. A település az utóbbi két évtizedben akkor is stabilan működött, amikor a legtöbb önkormányzat adósságokkal küzdött. Fontos az identitás tudat mélyítése, és a településen megteremteni a lehetőségeket és feltételeket, amelyek az életminőség javítását szolgálják. A várossá válás ennek a munkának és ennek az egyik célkitűzésnek volt az eredménye, és én azt gondolom, hogy célok nélkül a munkák azok értelmetlenek lennének. Mi ezt a célt tűztük ki magunk elé, aminek megpróbáltuk az infrastruktúrális és a közösségi oldalát is megteremteni. Ez egy olyan felemelő érzés volt a várossá válásnak az ünneplése, ami szerintem éveken keresztül fogja a közösségnek az erősítését szolgálni. Toppos projektek már a várossá válás előtt, az előző években elkezdődtek. Ilyen például a belterületi kerékpárút megépítése és összekötése a 471-es főútvonal melletti kerékpárúttal. Ez közlekedésbiztonsági szempontból jelentős mérföldkő, hiszen folyamatosan nő a forgalom a főúton. Ezen felül a lakosság egészségtudatosabb is lett az új, jó minőségű kerékpárút kialakításának köszönhetően. Ez a beruházás jelentős türelmet igényelt a lakóktól, közművek, kerítések lettek áthelyezve, sőt volt olyan szakasz, ahol a közvilágítás került egyik oldalról a másikra. Új lehetőséget nyit a település életében az ipari park, amelynek műszaki átadása már megtörtént. Megpróbálunk két olyan üzemet betelepíteni az ipari parkban, ami az itt élők számára a helyben foglalkoztatás lehetőségét fogja megnyitni, és ezáltal különösen gondolok itt a családokkal együtt élő asszonyokra, férfiakra, akik azért még ha Nyírbátorba is, de reggel mennek, este jönnek, és a gyerekeknek az elhelyezése, felügyelete azért sokszor emiatt nehézségekbe ütközhet. Én bízom abban, hogy sikerül ide két olyan üzemet csábítani, fogalmazhatnék így is, aki a helyben foglalkoztatást a versenyszférából fogja biztosítani az itt élők számára. 2022-ben egy inkubátorházat is szeretnének kialakítani az ipari parkban. A másik fő cél az óvoda átépítése. Ez a település egyik legrégebbi épülete, amelyet 10 éve korszerűsítettek utoljára, de ma már ez sem felel meg az ANTS szabályainak. Az átépítéshez a terület és település fejlesztési operatív program biztosíthatja majd a megfelelő anyagi forrást. A beruházásra azért lenne szükség, mert sok kisgyermekes család költözött a városba az elmúlt időszakban, jelenleg nincs üres eladó ingatlan Nyírbogáton. A korábbi 3 óvodai csoport helyett már 4 működik. A nagyszabású munkálatok mellett pedig nem állnak meg a kisebb útfelújítások sem. A csapadék, illetve a belvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok is folytatódnak az új évben.